Fontos a részvétel, nem csak a határon túlélő magyarok érdekképviseletét, hanem a két ország közötti kapcsolatokat is befolyásolja a vasárnapi parlamenti választás Romániában, mondta Szatmárnémetiben Orbán Viktor. Új gyár épül, a tervek szerint 2017 júliusára készül el az autóipari alkatrészeket gyártó Rosenberger Magyarország Kft. Új telephelye Nyírbátorban. Illegális dohány, több mint 3 tonna vízipipa dohányt semmisítettek meg Nyíregyházán a pénzügyőrök. Nem csak a határon túl élő magyarok érdekképviseletét, hanem a két ország közötti kapcsolatokat is befolyásolja a vasárnapi parlamenti választás Romániában. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Szatmárnémetiben az RMDS elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke elmondta, a Magyar Polgári Párttal közösen az egész országban állítottak jelölteket. Kelemen Hunor hangsúlyozta, fontos, hogy minél több magyar elmenjen szavazni, mivel jelentős reformok előtt áll Románia. Választások lesznek december 11-én vasárnap Romániában. Az országot két kamarás parlament vezeti. A választópolgárok képviselő és szenátor jelöltekre voksolhatnak. Magyarország miniszterelnöke csütörtökön Szatmárnémetibe látogatott. Orbán Viktor azt mondta, a legszélesebb összefogást teremtette meg az elmúlt hónapokban az RMDS, a Magyar Polgári Párttal együttműködve állított jelölteket. A miniszterelnök minél nagyobb arányú részvételre bíztatta a romániai magyarságot. Azt szeretném, ha nem lehetne átnézni a magyarokon, azt szeretném, hogyha a magyarok kiállnának a saját érdekeikért, ha lenne saját hangjuk, ha felszólalnának a saját érdekükben, és egyébként jótékony eszközként szolgálnának a román-magyar együttműködés tekintetében is, hiszen nyilvánvaló, hogy a román-magyar együttműködés minőségét jelentős mértékben befolyásolja az itteni magyar közösség ereje és közérzete. Úgyhogy arra szeretném biztatni az összes magyar embert, aki ma Románia területén él, illetve a mai Románia területén él, hogy a most előttünk álló parlamenti választáson minél nagyobb számban és teljes erővel vegyenek részt. Sorsdöntő választás az idei, ugyanis a következő esztendőkben jelentős reformok várhatóak a közigazgatás és az oktatás terén is Romániában. Erről már az RMDS elnöke beszélt a tájékoztatón. 1.300.000 magyar ember életét befolyásolják majd a jövőbeli döntések. Az RMDS elnöke kérdésünkre elmondta, minden körzetben állítottak jelöltet, még a Kárpátokon túli megyékben is, összesen több mint 600-at. Én azt gondolom, hogy ha a magyar részvétel nem fog elszakadni a román részvételtől, már pedig erre számítok, akkor az arányos képviseletet tudjuk biztosítani. Az arányos képviseletnek a biztosítása az egy korrekt, tisztességes eredmény. Én szeretném, hogyha a magyar részvétel egy icipicivel a román fölé menne, de nem akarnám ezt elkiabálni. Kíváncsi vagyok, hogy sikerülni fog-e. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél többen jöjjenek el, mert a képviseletnek a legitimitását, a súlyát természetesen az is adja, hogy hányan jönnek el szavazni, hányan választanak bennünket. Zárt ajtók mögött Orbán Viktor szatmárnémeti polgármesterével is tárgyalt. A miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy az M3-as autópálya építése folytatódik a román határig. Így Szatmárnémeti közvetlenül csatlakozhat az európai stráda rendszerhez. A 35-40 kilométeres szakasz tervezését hamarosan elkezdik. A tervek szerint 2017 júliusára készül el az autóipari alkatrészeket gyártó Rosenberger Magyarország Kft. Új telephelye Nyírbátorban. A 3,2 milliárd forint értékű beruházáshoz szükséges földterületet az önkormányzat biztosítja a német cégnek. Az adásvételről szóló szerződést csütörtökön írta alá a polgármester és a társaság ügyvezetője. Az eseményen Rosenberger fejlesztési terveit is ismertették. Ezen a területen a Máté Szalkára vezető 471-es főút jobb oldalán épül fel a német cég összesen 8000 négyzetméter területű új gyártóüzeme. A most aláírt adásvételi szerződést fél éves előkészítő munka előzte meg. A kontraktus értelmében a több mint 6 hektáros területet négyzetméterenként 3000 forintért, azaz körülbelül 600 000 euróért vásárolta meg a német cég az önkormányzattól.
Én azt gondolom, hogy az adásvételi szerződés aláírását követően a cég be tudja nyújtani az engedélyezési dokumentumokat. Bízunk benne, hogy január végére megkapják a jogerős építési engedélyt, és ezt követően elkezdődhet a beruházás is. A telekvásárlási szerződés aláírásán a Rosenberger Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója emlékeztetett. A cég jelenleg egy bérelt épületben mintegy 380 munkavállalóval gyártja az autóiparban használt kábeleket, csatlakozókat és az adatátvitelhez szükséges alkatrészeket. A megnövekedett megrendelések miatt döntött úgy a családi tulajdonban álló német cég vezetése, hogy egy teljesen új üzemet épít fel, és a már működő Jászárok szállási és nyírbátori üzemeiben tanítja be az új gyáregység dolgozóit. Az ütemezésünk úgy néz neki, hogy mindenféleképpen fordítva kezdjük mi mindent. Mi július végére szeretném már birtokba venni, használatra venni ezt a új épületet, ami 8000 négyzetméter körülbelül, abból 5000 jártóterület, raktár 2000, irodák és szociális helyiség ilyen 2000, így jönne nagyjából össze az egész terület, plusz a kinti létesítmény, utak, parkolók, stb. Azok mind nekünk nagyon fontos lenne, hogy július végéig kizárólag az már használható legyen. Így visszaszámítva nekünk mindenféleképpen február elején, január végén kellene kezdeni az építkezés, hogy időbe beleférjen. A zöldmezős 3,2 milliárd forint értékű beruházáshoz a magyar kormány csaknem 860 millió forintos támogatást biztosított a német cégnek. A tervek szerint az új csarnokban 1000 főt szeretne foglalkoztatni a Rosenberger. Több mint 3 tonna vízipipa dohányt semmisítettek meg ma Nyíregyházán a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó és vám igazgatóságának pénzügyőrei. Az illegális termék forgalomba hozatalával 88 millió forint kárt okoztak volna a költségvetésnek. Ez a NAV teherautója, ezzel szállították a lefoglalt több mint 3 tonnányi vízipipa dohányt a nyíregyházi szeméttelepre. Az 500 doboznyi terméket egy ukrán férfi tehergépjárművében találták meg a pénzügyőrök Bereg Surájnál még októberben. 3000 kg vízipipa dohányt akart behozni az elkövető, erről nem tett írásbeli sem szóbeli bejelentést, és ezáltal elkövette a vámigazgatási törvénysértést. A várulnak a adótartalma közel 90 millió, 88 millió forint, és ennek a kétszerese került bírságként kiszabása, tehát közel 190 millió forint. A áru természetesen elkobzásra került, és mivel a jövedéki terméknek minősül, így ennek a megsemmisítése történik most meg. A navosok csak az ukrán-magyar határszakasz átkelőinél havonta mintegy 80 ezer gépjárművet ellenőriznek. A múlt hónapban ebből a 80 ezer gépjárművel körülbelül 500 darabnál tapasztaltak a kollégáink valamilyen jogsértést. Ez általában vámigazgatási bírságot van maga után, tehát nem jelentenek be valamilyen árut, és úgy próbálják behozni az ország területére. Ebben az esetben is ez történt, az októberben lefoglalt vízipipa dohányt markolóval szórták egy kupacba a nyíregyházi szeméttelepen, majd egy másik munkagéppel megsemmisítették a termékeket. A magyar gazdaság teljesítő képessége teszi lehetővé a jövő évi béremelést és a társasági adó csökkentését, közölte Petneházy Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője. A rendszerváltás óta nem volt ilyen mértékű minimálbér és bérminimum emelés hazánkban, hangzott el a nyíregyházi sajtótájékoztatón. A munkaadókkal is egyeztetett a kormány, erről Vinai Győző beszélt. A kis- és középvállalkozások, valamint a nagy cégek számára is több kedvezményt vezetnek be 2017-től. A társasági adó egységesen 9% lesz, ez az Európai Unióban az egyik legalacsonyabb, és a magyar versenyképességet jelentősen növeli, és reményeink szerint a befektetőket is vonzani fogja Magyarországra. A másik pedig, amit a munkaadók már régen kérnek, követelnek, hogy a járulékokat kell csökkenteni, mert magas a járulékplafon Magyarországon, ezt két lépcsőben a kormány 2017. január 1-én 5%-ban csökkenti, majd 2018. január 1-én újabb 2%-os csökkenés válik lehetővé. Egy férfi sérült meg abban a balesetben, amely szerdán 22 órakor történt a 41-es főút nyíregyházi bevezető szakaszán az Orosi úton. Eddig tisztázatlan körülmények között egy gépkocsi a zebrán ütötte el a férfit, akit a mentők kórházba szállítottak. A rendőrség vizsgálja, hogy a férfi szabályosan haladt-e át a gyalogátkelő helyen.
Bemutatták az ország legnagyobb pálinka versenye, a Quintessence pálinka verseny első szerkesztett könyvét. A kötetről hamarosan részletesen szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Pénteken Miskolcon lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 9. fordulójában a tabella 4. helyén álló kékcápák a listavezető MEAFS vendégei lesznek. 16 arany, 19 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a megye diáksportolói az elmúlt tanévben megrendezett országos döntőkben. A hagyományos évzáró gálán a legeredményesebb sportolók, csapatok és testnevelő tanárok vehették át az elismeréseket a megyeháza dísztermében. Budapesten mutatták be az ország legnagyobb pálinka versenye, a Quintessence pálinka verseny első szerkesztett könyvét. A 256 oldalas, 130 színes fotóval és 38 grafikonnal illusztrált kiadvány célja az értékeket felmutató aranyérmes pálinkák bemutatása, a pálinkához kapcsolódó ismeretek és tanácsok továbbadása. A Pálinka világa című kötet hármas egységre tagolódik, a múltra, a jelenre és a jövőre. Elsőként a középkor időszakából egészen az 1980-as évekig mutatja be a pálinka kultúrtörténetének fontosabb fejezeteit. Annak érdekében, hogy mindenki megismerje, hogy indult ez a hungarikum hódító útjára, közölte Takács László, a könyv egyik szerkesztője. A jelen fejezetben az aranyérmes pálinkákat ismerhetik meg az olvasók, ezt kiegészítették Szik Mátyás örökös szomélier bajnok tanácsaival, így mindegyik italhoz egy ételt is társítottak a szerzők. A harmadik rész olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek az alma, a som és a fahordós érlelés kapcsán nyújtanak szakmai ismereteket, hangzott el a bemutatón. Korábban ilyen formában még nem foglalkoztak ezzel a hungarikummal. Én azt gondolom, hogy tényleg hiánypótló. Tehát ebben a hármas egységben eddig még egyetlen egy könyv se közelítette meg. Ezbe hiszünk azért, hogy mindenki megtalálja magának tetsző és magának megfelelő fejezetet vagy részt, ami izgalmas az ő számára. Másrészt viszont megpróbáljuk azt a nagyon szűk mesdjét megtalálni, ami azt elősegíti, hogy ezek a könyvek egyszerre szóljanak tényleg a szélesebb szakmának, de még szélesebb közönségnek is, hogy még úgy maradjon tudományos, hogy azt azok is megértsék, akik adott esetben mondjuk olyan konkrét szakmai ismeretekkel nem rendelkeznek. A kiadvány célja az értékeket felmutató aranyérmes pálinkák bemutatása, a pálinkához kapcsolódó ismeretek és tanácsok továbbadása. Ezt 256 oldalon, 130 színes fotóval és 38 grafikonnal illusztrálják, közölte Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója és a Szatmárveregi Lovagrend ceremónia mestere. A könyv segítségével összesen 36 aranyérmes pálinkával ismerkedhetnek meg az olvasók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pálinka nagyhatalomnak számít, hiszen a Magyarországon lévő 8 földrajzi oltalom vagy eredetvédett pálinkából 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, a szatmári szilva, a szabolcsi alma és az újfértői fürtös megy. Hát ezekből a pálinkákból is megmutatkozik, egy cég mutatkozik be a kötetben, a Tuzséri pálinka manufaktúra, akik kiváló termékeikkel mintegy 4 pálinkájukkal vesznek részt ebben a kötetben. A Quintessence pálinka versenyre szép számmal érkeznek határon túlról is nevezők, számuk évről évre nő. Tavaly összesen 1131 mintával jelentkeztek a megmérettetésre, így már évek óta ez a legnagyobb pálinka verseny hazánkban. A könyv kiadással a szerkesztők célja az, hogy támogassák a hungarikum minél szélesebb körű megismerését. Ennek érdekében a tervek szerint minden évben elkészül egy hasonló kiadvány. Pénteken Miskolcon lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 9. fordulójában a tabella 4. helyén álló kékcápák a listavezető MEAFS vendégei lesznek. A mérkőzés 18 órakor kezdődik az egyetemi csarnokban. A bajnokság előtt alig, ha nem kevesen tippeltek volna arra, hogy 8 forduló után a miskolciak vezetik majd a keleti csoport tabelláját. A Drahos Gábor és Szögi Ádám személyében jelentős élvonalbeli múlttal rendelkező játékosokat is felvonultató egyetemisták mindössze egy vereséget szenvedtek eddig, Tiszaújvárosban kaptak ki 2 ponttal. 3 másik idegenbeli meccsét megnyerte a MEAFS, amely hazai pályán még hibátlan ebben a szezonban. Ezt a sorozatot szeretnék megtörni a kék cápák, akik sikerélmények után utaznak Borsodba, mivel a legutóbbi 2 bajnokiukon, illetve a Baja elleni Hepkupa mérkőzésen is győztek a nyíregyházi kosarasok.
Minden győzelem nagyon sokat lendít egy csapat önbizalmán, és úgy gondolom, hogy a közötte lévő utánpótlás mérkőzések, illetve az egyetemi mérkőzések is ugyanezt a célt elérték, és azt hiszem, hogy megfelelő önbizalommal készül a csapat, de tudjuk azt, hogy nehéz mérkőzés vár ránk Miskolcon, hiszen azért mégiscsak listavezető ez a csapat, és a bajnokságban nagyon jól teljesített a Miskolc, és egy olyan pályán játszanak, ami nekünk egy picit idegen lesz, mi sokkal jobb körülmények között tudunk itt Nyíregyházán kosárlabdázni, akár az edzéseinken is, nemhogy a mérkőzéseinken, és hát ezzel ellen is fel kell készülnünk, de itt a játékosoknak fejben kell alapvetően túltenni magukat azon, hogy a körülmények ne zavarják meg őket. A nyíregyháziak csapatkapitánya Nagy Krisztián szerint, ha azt a játékot tudják nyújtani, amire képesek, elvehetik a MEASZ hazai veretlenségét. Úgy gondolom, hogy mi nagyon jó formában vagyunk. Ez a Miskolcról is elmondható, ezért nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Nekik mindenféleképpen előny, hogy ők játszanak hazai pályán, illetve minden idegenbeli meccs nagyon nehéz, de úgy gondolom, hogy ha kontrolláltan tudunk játszani, akkor megállhatjuk a helyünket és nyerhetünk Miskolcon. A 9. fordulóból 2 mérkőzést már lejátszottak, a Nagykőrös 94-88-ra verte a Hódmezővásárhelyt, a Debrecen pedig 93-67-re nyert a MAFSZ 2 otthonában. A Nyíregyháza Blue Sharks MEAFC találkozó mellett a további párosítása következő: Tiszaújváros Budapesti Honvéd, Eger Óbudai Kaszások és Salgótarján Békés. 16 arany, 19 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a megye diáksportolói az elmúlt tanévben megrendezett országos döntőkben. Ezzel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a 6. helyen végzett az országos rangsorban. A hagyományos évzáró gálán a legeredményesebb sportolók, csapatok és testnevelő tanárok vehettek át elismeréseket a megyeháza dísztermében. A megyei diáksport gálán minden esztendő végén elismerik azoknak a sportolóknak és felkészítő tanáraiknak a teljesítményét, akik a legeredményesebben szerepeltek az előző tanévben. Ezúttal is nagyszerű eredményeket értek el az általános és középiskolások, 47 éren volt a 2015-2016-os tanév termése. A kis iskolák között a gyulaházi Kozma Pál általános iskola 4. legjobbnak, a középiskolák között pedig a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium az 5. legjobbnak bizonyult az országban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pedig a 6. helyen zárt az országos rangsorban. Egy nagyon tartalmas évet zártunk, és erre megmondom, hogy nagyon büszke is vagyok. Igaz, hogy ebben az évben országos döntőt nem rendeztünk, mert azért az volt a cél, hogy minden évben legyenek országos döntőink, de emellett azért 7 országos elődöntőt sikerült elnyernünk, és ezeket azt hiszem, hogy nagyon szakmailag is és emberileg is pozitívan sikerült megrendezni, és ezt azt hiszem, hogy vitte a megye hírnevét, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy jövő évben már biztosak vagyunk abban, hogy 2 országos döntőt fogunk rendezni. Február elején rögtön egy összevont labdajátékok országos döntőt, ami azt jelenti, hogy majd 1000 gyerek lesz itt Nyíregyházán, hiszen Nyíregyházán lesz megrendezve majd ez az esemény, és 4 napon keresztül itt lesznek. Ez 3 labdajátékot érint, a röplabdát, a kosárlabdát és a kézilabdát, illetve ezután márciusban egy amatőr kézilabda országos döntő is lesz, amely szintén Nyíregyházán kerül majd megrendezésre. A gálán rengeteg díj talált gazdára, mivel az országos döntőkben 16 arany, 19 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a megye képviselői. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nem csak a határon túlélő magyarok érdekképviseletét, hanem a két ország közötti kapcsolatokat is befolyásolja a vasárnapi parlamenti választás Romániában. Erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Szatmárnémetiben, az RMDSZ elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján. A romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke elmondta, a Magyar Polgári Párttal közösen az egész országban állítottak jelölteket. Kelemen Hunor hangsúlyozta, fontos, hogy minél több magyar elmenjen szavazni, mivel jelent reformok előtt áll Románia. A tervek szerint 2017 júliusára készül el az autóipari alkatrészeket gyártó Rosenberger Magyarország Kft. Új telephelye Nyírbátorban. A 3,2 milliárd forint értékű beruházáshoz szükséges földterületet az önkormányzat biztosítja a német cégnek. Az adásvételről szóló szerződést csütörtökön írta alá a polgármester és a társaság ügyvezetője. Több mint 3 tonna vízipipa dohányt semmisítettek meg ma Nyíregyházán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó és vámigazgatóságának pénzügyőrei. Az illegális termék forgalomba hozatalával 88 millió forint kárt okoztak volna a költségvetésnek.
A Kölcsei Televízió híradóját látták december 8-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig műsorainkért és további hírekért látogassanak el honlapunkra. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Péntek estig a Kárpát-medence fölött álcázott, száraz hideg front vonul át. Hatására kitisztul az idő, így holnapra hazánk nagy részén jelentősen emelkedik a hőmérséklet a talaj közelében. Az éjjel erősen felhős vagy borult idő várható. Sok felé párás lesz a levegő, helyenként zúzmarás ködre is számítani kell. Elvétve előfordulhat hószálingózás, ónos eső, esetleg fagyott eső. A délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában mínusz 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, főleg a körzet keleti részei maradhatnak borult, párás vidékek. Számottevő csapadék nem valószínű, az északnyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén északkeleten, illetve délnyugaton lehetnek borult, párás körzetek, hazánk nagy részén változóan felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Hétfőn felhő átvonulásokra számíthatunk, elszórtan előfordulhat eső, havas eső, északkeleten néhol hózápor. Sokfelé megerősödik az északnyugati szél. A következő napokban gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak kicsi az esélye. Ismét csípősebbek lesznek az éjszakák és gyengül a nappali felmelegedés.